Harmadik alkalommal szervezték meg a csörge és kolbászpartit Kapuváron. Idén sütöttek paprikás töpörtyöt, krumplis és sajtos kolbászt, illetve pálinkás sajtot is megkóstolhattak az érdeklődők. Hámnagyőr polgármester elmondta, a kolbászparti méltó módon zárja a Böllérmáj Fesztiválról induló programsorozatot. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Harmadik alkalommal itt a kolbászfesztiválon, és nagyon nagy köszönet Kapui Pál úrnak és a Bográcsos Egyesületnek, akik kitalálták, és én most már, ahogy mondtam, harmadik alkalommal örvendeztetnek meg bennünket ezzel a igazi szezonzáró rendezvénnyel. Ahogy látom, mindenki nagyon jól érzi magát, van enni, innivaló, úgyhogy ez minden adott, és jó műsor főleg. Én úgy gondolom, hogy az idei év bőven kerett eléggé a rendezvényekbe, mindenki megtalálhatta a maga ízlésének megfelelőt, és valóban az idő is velünk van ahhoz, hogy a mai nap is egy nagyon jó sikerű rendezvénnyel zárjuk ezt a úgynevezett szezont. Én remélem, hogy a jövő év is hasonlóan fog tenni, hasonló programokkal. Minden lehetőség adott rá, és egyben kérem is a Bográcsos Egyesületet, Kapui Pál urat, hogy legyen ennek a rendezvénynek neki is aktív résztvevői. Az, hogy mondják, hogy próbáljon meg többet beszélni, mert most van még az eredmények értékelése, azt valahogy ezt az időt át kell hidalnunk, amíg majd okleveleket tudunk osztani, de én azt gondolom, hogy én átadom a szót Báróber Glóri asszonynak, aki most már mind tiszteletbeli kapuvári van közöttünk. Köszönöm szépen! Kedves kapuvári testvéreim! Minden országnak megvan a kolbásza. A spanyoloknak megvan a chorizo. A nürnbergieknek megvan a nürnbergi kolbász. Az országoknak megvan a wurst. De minden kolbász olyan, mint a nép, aki gyártja. A magyar kolbász az nagy, az bátor, az sokízű, az zsíros és a legjobb a világon. Ilyen a magyar kolbász! Ivanics Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke felhívta a figyelmet. A magyar kolbász egészen virtuóz, megvan benne a huszáros hegykeség, ami a készítőket jellemzi. Kedves Glória, tisztelt polgármester úr, kedves kapuváriak! Azt hiszem, hogy a magyar kolbász dicséretét az tökéletesen megoldotta egy Glória. Azért annyit hozzátennék, hogyha már ezen a vonalon lehet beszélni, hogy valóban a magyar kolbász az abban különbözik a többitől, hogy egészen virtuóz. Az a huszáros hegykeség is megvan benne, ami évszázadokon keresztül jellemzett bennünket. Az a találékonysága, ahol a magyar mindenhol feltalálja magát, akár Ausztriában dolgozik, akár távolabb a világban, vagy akár itt kell élnie. Mert találékonyság bizony kell a világhoz. És a kolbászkészítésben megvan az a fajta csapathangulat is, ami egyé kovácsolja az ott levőket, a pálinkán túl, és valami közös eredményt is felmutat. Az a szép benne, hogy aztán, ha jól elkészítik a kolbászt, akkor az heteken, hónapokon át emlékeztet bennünket, emlékezteti a készítőket arra a teljesítményre, amit azon a napon végrehajtottak. A kolbász dicsérete tehát nem lehet eléggé fontos. Úgy hiszem, hogy Kapuvár ezt nagyon jól teszi a Bográcsos Egyesület vezetésével, hogy évente tiszteletét teszi a kolbászok előtt. Úgyhogy én örülök, hogy ennyien jelen vannak, mert azt jelenti, hogy Magyarország kolbász nagyhatalom lehet. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen a figyelmet! A műsorban fellépett többek között az Ósli Vadgesztenye Hagyományőrző Nyugdíjas Klub. Vissza szár, várja
kislánynak. Kinek más falu, ha van a babája, rám az enyém, vele van egy faluba, még sincs a szívem soha nyugodalomban. Nem voltam én soha, nem is leszek soha csapódás. Megmaradó híven az én babámnál, nem kell nékem senki megúgy babája, akármilyen szép is, akármit ígér is hiába. Nem kell nékem senki megúgy babája, akármilyen szép is, akármit ígér is hiába. Rózsa, rózsa, sárga rózsa, harmatos hajnalon bimbót haj, messze szálló illatába, hogyha mosolyog a szép reggel, rózsa illat keltsen fel. Hull a harmad, itt a hajnak, két szemű angyalom ébred fel. Hogyha mosolyog a szép reggel, rózsa illat keltsen fel. Hull a harmad, itt a hajnak, két szemű angyalom ébredj fel. Rózsa, rózsa, sárga rózsa, egy teres alkonyon elhervad. Harka sír egy régi nóta, húzatom hely pedig rám villad. Száll a muzsika, szó halkan száll, húzalom, hogy nem nagy kár. Névvilágos alkonyatkod, két szemű angyalom elhagytál. Száll a muzsika, szó halkan száll, húzalom, hogy nem nagy kár. Névvilágos alkonyatkod, két szemű angyalom elhagytál. Díjazták a legjobb csörgét és kolbászt. Idén a Répcelaki csapat sütötte a legjobb töpörtyűt, illetve a kolbász készítésben a Fertődiek jeleskedtek. Hölgyeim és uraim, elérkeztünk az eredményhirdetéshez. Csörge kategóriában elért kiváló eredményt Fehér Oklevele a 4-es csapat kapja. Átadja Pápai István séf úr. Kolbász kategóriában elért kiváló eredményért Fehér Oklevelet a 3-as csapat adja, polgármester úr. A Pepó vendéglő külön díját az 5-ös csapat nyerte el, és átadja a Pepó vendéglőnek a képviselője. A Garta étterem külön díját a 8-as csapat nyerte el, és a polgármester úr adja át az oklevelet. Báró Berg Glória külön díját a 12-es csapat nyerte el. A díjat átadja a bárónő.
Köszönöm, kedves nyakleves! Köszönöm! Egy jó nyakleves! A zsűri külön díját a 11-es csapat nyerte el, és átadja a díjat Rákóczi László tanár úr. Hámori György Kapuvárváros polgármesterének külön díját a 10-es csapat nyerte. A díjat átadja a polgármester úr. Egy külön díj lesz még. A hatos csapatnak a László tanár úr. A legszaftosabb és legfűszeresebb kolbász. Köszönjük szépen! Elérkeztünk a kettő darab vándorsárlákhez, a csöröge kategóriában és a kolbász kategóriában. Először a csöröge kategóriában szeretném kihirdetni a vándorsárleget, amit a polgármester úr fog átadni. Ez a csapat nem más, mint a 9-es csapat. 9. Csöröge. Kolbász kategóriában a vándorsárleget és az oklevelet megint a polgármester úr adja át, és a nyertes csapat a 7-es csapat lesz idén. Köszönjük a díszes vendégeinknek, a zsűrinek, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Gratulálok a csapatoknak! Mindenki rendkívül jól teljesített. Remélem jövőre is találkozunk. A Répcelakról érkezett csapat tagjai mondják el tapasztalataikat. Demeter Sándor, Répcelaki sajtgyár nyugdíjas, a sajtmesterek egyik tagja. Horváth Lajos, szintén a Répcelaki sajtgyár nyugdíjas, a sajtmester csapatnak a tagja. Bokányi Kálmán vagyok, sajtmester, Répcelaki sajtgyárból 43 év után mentem nyugdíjba. Néhány gondolatban a versenyről, hát ez az első, hogy eljöttek? Igen, Kapuváron ez az első. Voltunk már egy kolbász versenyen Vásárosfaluba, és ott ismerkedtünk meg a kapui pár barátunkkal, aki invitált bennünket, hogy ide is jöjjünk el, és így kerültünk ide. Mi az, amit hoztak, mit készítettek ma?
Hát nekünk csak töpörtő a csörgetemét. Töpörtőt sütöttünk ki, hát a szokásos, hagyományos módon, ahol nálunk ott 100 évet csinálják, és kolbászt csináltunk, amit sütöttünk. Hogyan készítik a töpörtyöt? Hát a töpörtyöt az, hogy a zsírszalonnát kockázzuk, és akkor azt kisütjük. Hát most minek nevezem, ugye régen fatüzelési edénybe szoktuk kisütni, most meg gázon sütöttük ki. És milyen volt az alapanyag, milyen disznóból? Hát ezt nem tudunk, mert nem láttuk, de hát a szalonna az olyan volt, amit otthon is láttunk, a kolbászos is olyan volt. A fűszereket meg saját magunk hoztuk, azt otthon mi készítettük. Szerintem mondhatom azt, hogy mi is termeltük azokat. Paprikát, erős paprikát, ezeket mind. Fokhagymát, ez mind hazai termék. És akkor azt a kapuvári hússal elegítettük. Abból lett az a jó kis ízesítési kolbász. Ugye önök élete legjobb csörge, jól tudom, legjobb töpörtyű. Hát van ennek valami különleges titka, vagy el lehet árulni? Annyi kiegészítést tennék, hogy amikor elkészült ez a csörge, vagy a töpörtyű, akkor utána mi paprikával fűszereztük. És ez a specialitás, ami hozta ezt a sikert, gondoljuk. Nem csak csörgét készítettek, hanem kolbászt is. Milyen kolbászt? Mi különlegességnek a sajtos kolbászt készítettünk, tehát az alapanyagban még sajtot kevertünk, kemény sajtot, és attól lett még különlegesebb. Hogy kell készíteni a sajtos kolbászt? Lényegében ugyanaz, mint a másik kolbász, csak mi kemény sajt alapanyagot még a kolbászmasszába belekevertünk, és attól lesz különlegesebb íze. Önök akkor sajtot is készítenek? Otthon is például? Hát mi rendszeres szereplői vagyunk a Réptelek és környéke falunapjainak a sajttal. Ide is hoztunk sajtot, natursajtot, és a mi specialitásunk a natursajt pálinkába valósztatása, amit is nagy sikert aratott. Hát egy kicsit itt álljunk meg. Sajt és pálinka, ez hogy fér össze? Hát azt hiszük, hogy ez hagyomány, vagy legalábbis mi hagyományt akarunk, vagy szeretnénk vele teremteni. Hát ez ilyen, mi találtuk ki, ilyen nem volt még, hát megpróbáltuk, és siker. Ugye akkor indult, amikor voltunk egy ilyen pálinka fesztiválon, Önöcskön, ott egy nagy pálinka főző van, és ők rendeznek nyáron gyaranként ilyen fesztivált, és vittük a sajtot, és hát hogyan kapcsoljuk össze a kettőt, megpróbáltuk, beletettük a pálinkába a sajtot, és sikeres volt. Amikor elkészül a sajt, egyszerűen csak bele kell rakni a pálinkába, és akkor onnét darabonként vagy felszeletelve enni kell? Ez ilyen egyszerű? Hát annyira nem egyszerű, mert ezt a sajtot el kell készíteni, azt sózni kell, préselni, érlelni kell, utána fölkockázzuk, azt rakjuk bele, illetve a pálinkát ára öntjük rá, és így lesz belőle a pálinkás sajt. Nem mindegy, hogy milyen sajtot rakunk bele, vagy van olyan sajt, ami azért ízletesebb? Hát nekünk a natur jött be. Vannak ízesített sajtjaink is, de a pálinkában a natur sajt jött be. Az a legjobban ízesíthető pálinkában. Én most a legjobb töpörtyű az önöké lett. Mi a véleményük a rendezvényről? Ugye ebben a kategóriában önök lettek a legjobbak. Hát ennek nagyon örülünk, főleg ebben a kategóriában, töpörtyű kategóriában, ahol szerintem elég nehéz különlegeset készíteni, de úgy látszik, hogy a paprikás most bejött nekünk. És hát mi ugye, mint a nevünk is mondja, sajtba utazunk, igazából ez egy újdonság részünkről, hogy most már második alkalommal ilyen helyen is szerepeltünk, és jó tapasztalatokat szereztünk itt Kapuváron. A többi résztvevőtől is lestünk el bizonyos fogalásokat, amit majd legközelebb tudunk már mi is hasznosítani. Mondanának rá példát, hogy mi az, amit tudnak majd hasznosítani a jövőben? Hát láttunk olyan készülékeket, eszközöket, ilyen melegítő dolgokat, amit ugye praktikusak, és nekünk is jó lenne azt lekoppintani. Gratulálunk a vándorsellekhez, és sok sikert kívánunk! Igen, és akkor, hogyha még lehet egy mondatot, hogy október 19-én Vásárosfaluba templom szentelés, akkor a sajtkedvelőket szeretettel várjuk. Ott leszünk. Minden. Köszönöm. Kapui Pál, a Bográcsos Egyesület elnöke elmondta, nagy érdeklődés mellett zajlott le a harmadik csörgés kolbászparti Kapuváron. Különleges kolbászokat és töpörtyűket kóstolhattak meg a várárokban felállított sátorban. Kapui Pál mindig szívén viselte a gasztronómiát, az igazi rába közé gasztronómiát. Hát úgy tűnik, hogy ennek a rendezvénynek sikere van, és érdemes folytatni. Igen, tisztelettel köszöntöm a Rába Köz Televízió nézőit. Hát igen, immár harmadik alkalommal tartottuk meg, és a Jóisten is igazságos volt hozzám és kegyes. Ilyen gyönyörű, szép időt adott, és hát valójában nagyon nagy az érdeklődés. És azok a csapatok, akik tulajdonképpen
olyan különlegességeket hoztak el, például, hogy krumplis kolbász, akkor sajtos kolbász, konyakos, hadd ne soroljam tovább. Hát szóval olyan különlegességet hoztak, sőt, nagyon-nagyon finom sajtot, hirtelen nem tudom, mert annyira finom volt, még mindig az íze a számban van. Imént beszélgettem éppen a répcelakiakkal, akik pálinkás sajtot hoztak. Igen, na ezt szerettem volna, de mondom, lehet, hogy mondani, nem lehet mondani, ugye, mert a sofőrök is megkóstoltak, de hát ez vicc volt egyébként, úgyhogy nem annyit tartalmaz, félreértés ne essen. Igen, nagyon-nagyon finom volt, sőt, ugye hát mindenki sütött töpertűt, ugye itten most Csörgéről van szó, és a legkülönlegesebb, ami a vándorsellegét elvitte, kérem szépen, a paprikás csörge. Hát megmondom őszintén, ennyi időt megértem, még ilyen finomat nem ettem. Nagyon-nagyon finom volt. Különleges paprika volt, ugye hát úgy vannak, mint a gumanok meg a séfek, nagyon nem árulják el a receptet, de valójában azért az embernek az iszharmónia, az iszhatása azért egy kicsikét megfejtette, hogy mi az, tehát nagyon-nagyon finom volt. Ez a paprikás csörge, az miből benne a különlegesség? Mert ugye, hogy beszélgettem itt, akik készítették a répcelakiak, elmondták, hogy végülis hagyományosan készítették el, de ugye paprikás. Igen, hagyományosan készítették el, csak ugye annál a, hogy mondjam, tehát tulajdonképpen se nem forró, se nem hideg, tehát ugye a paprikának ugye az a bűne, hogyha nagyon forró, ugye ezt nem kell mondani gasztronómiában vagy szakácsoknak, tehát tulajdonképpen pont azt a hőmérséklet, azt a fokot, amikor beveszi, és akkor olyan hirtelen olyan, mint a szivacs, és olyan csodálatos ízharmóniát alkot egy nagyon picike kis sózással, hogy nagyon-nagyon finom volt, zsűri is el volt ragadtatva vele. Számos csapat érkezett, kitartóak a csapatok. Hányan jöttek el most? Ugye kitartóak a csapatok. Az első perctől kezdve én nekem mindig az a 10-es szám. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon sokan jönnének, csak ugye adott a helyzet, adottak a körülmények. Tehát ha netalántán valami nagyobb évforduló lesz, akkor mindenféleképp, tehát abban gondolkodunk, hogy tehát a létszámot növeljük, vagyis a csapatok számát, de így a 10-es is éppen, tehát azt a szintet, amit mi elvárunk, azt nagyon magasan teljesítették. Hát, hogy elnéztem a sátorba, több százon vannak, éppen a Pepo vendéglő tulajdonosát megkérdeztem, és elmondta, hogy hát egyszerre olyan 5-600-on férnek be, hát megtelt a sátor folyamatosan. Igen. Igen, hát nagyon-nagyon örülök neki, hogy valójában megtelt a sátor. Na de ezt úgy kell venni, hogy gyermekekkel voltak, kislányok, fiúk, akik ugye itt vannak a szórakoztató eszközök, és több kört hogy is lerónak, hogy a gyerekekkel, a gyerek az állandóan mozog. És hát valójában kint is, bent is nagyon-nagyon sokan voltak, és a legboldogabb akkor voltam, amikor láttam, hogy olyan arcokat, amelyek azt bizonyították, hogy valójában nagyon-nagyon finomat. Hát tulajdonképpen ez a kolbász, ez tegnap töltődött, úgyhogy a legfrissebb, a legfinomabb volt. És akkor még nem beszélve róla, tehát azért választottam ezt a folyamatot, hogy először zsírszalonnából kisütötték a csörgét. És a csörgének a zsírjába, amikor még meleg, abban sütötték ki, azért kapta azt a gyönyörű kis pirnyagos barnás, tehát rozsdás színét a kolbász, és így benn maradnak, tehát minden, ami abban van, a fűszer, az mind kiegészíti egyik a másikat, és egy csodálatos iszharmóniát kapunk. A hagyományteremtés nagyon fontos, ezeket a gasztronómiai hagyományokat őrizni kell, hiszen apáink, nagyapáink hát készítették a kolbászt és a töpörgyűt. Igen, már a két előzőn is elmondottam, hogy 1908-ba került a nagyanyám a szülőfalumba, és ugye hát a tradíció volt, amikor az egész család, sőt az egész família összejött, a disznó. Nem, ez osli. Ez osli, igen. Én osliból származok. Hászájbe, arról is szeretnék néhány gondolatot mondani a Hászájról. Tehát osliba, és hát még mai napig is élnek, ugye nálomnál idősebbek a másik korosztály, ugye én már a harmadikban vagyok, ők a negyedik kategóriában, akik még emlékeznek rá valójában, ott ilyen különleges, tehát nem volt mindegy, hogy milyen fával, ugye mert katlanban készítették. Van, ahol kettő vagy három sertést is, vagy disznót vágtak, mindegy, hogy mondjuk. És akkor ugye összegyűlt, volt olyan család, ahol 30-an, 35-40-en voltak, és hát el lehet képzelni, hogy
az egy disznóból mennyi jutott volna. Na, a lényeg az neki, hogy ugye megkezdődött a disznőlés, hogy akkor a pálinkázás, utána a legelső az volt, hogy májat, vagy vesét, vagy vesevelőt készítettek, és akkor sorba folyamatosan, és legvégén este készült el az a főétel, amikor megnyugvásként be volt töltve a kolbász, a hurka, kisült a tepertő, vagy a csörge, tehát tulajdonképpen ez adta az egésznek az alapját. És hogy látja, most itt 2019-et írunk, és úgy néz ki, hogy nem változott valójában úgy semmi, tehát nagyon szeretik az emberek a kolbászt, a töpörtyi tejönnek, fogyasztják, tehát ebben a minőség az nagyon fontos. Igen, most szeretnék az előbbi gondolatomra utalni a házhelyre, amit itt a szerkesztő úr is mondott. Tehát tulajdonképpen a házhely egy csodálatos környék, mert ugye azt tudni kell, 1920-ban július 24-én költözött be a 40. lakó, és attól veszik a házhely kialakulását, amely jövőre 100 éves lesz, remélem megérem. És kérem szépen, amikor a volt húsgyárunk, aminek egy csodálatos emléket, ugye azért is van ez a csörge, plusz a kolbászparti, a húsgyárnak az emlékére, és azok az emberek, azok a hentesek, azok a húsgyári dolgozók, az tulajdonképpen szeptember végétől, október elejétől, tehát a mostani időszaktól már lehetett kapni az úgynevezett bordát. Ez egy ilyen 20 forintos borda volt valamikor. És azt én merem állítani úgy a lakótelepen, de a házszájban vagy akár egész Kapuvár szerte, hogy mindenhol elkezdődött a csontozás, és azt tudni kell, hogy a csont mellett van a legfinomabb hús, és akkor abból kolbász, szalámit, ki mindenki íze kívánsága szerint töltötte, és egy nagyon-nagyon boldog vagyok, mert voltak itt idősebbek, akik mondták, emlékezel rá, mintha azt az ízeket éreztem volna itt az első kolbász sütőni, nagyon boldog voltam. Ugye program is van körítésnek, nagyon sokan fellépnek, helyiek, jó a hangulat, tehát nem csak finom ételeket lehet fogyasztani, hanem hát műsorral is kedveskednek a kapuváriaknak, a rábaközieknek. Igen, hát csak annyit szeretnék, ugye a fuvós zenekarral kezdtünk, tehát pontosabban a Kapuvár város Mihálka Jenő fuvós zenekarával, ugye nagyon jól ismertem a Jenő bácsit, sőt a két fiam is fuvós zenekarban volt sokáig, és ugye hát 3 évig szünet volt, és hát mondjam azt, hogy egy olyan 10-15%-os részese vagyok annak, hogy ismét megalakult a fuvózenekar, és nagyon-nagyon brüszke vagyok, mindahogy itt mondják, hogy jönnek a trottyosok, ugye? Hát nálunk ez a szlogen, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és a Karnagy úr és az egész zenekar nagyon-nagyon boldogat tett eleget a kérésemnek, hogy ők kezdenek. Segítséget kap a rendezvényszervezés, ez akár várostól, vagy milyen módon lehet egyáltalán ekkora rendezvénytől több száz ember megmozdul, megszervezni és lebonyolítani? Igen, ugye hát azt mindenki tudja, aki ennek foglalkozik, hogy ez ugye most vége van az egyiknek, kezdődik a másik. Tehát újra kell építeni az alapokat, fel kell mérni a helyzetet, a kereteket, ugye annyira szükösek a keretek, hogy ehhez polgármester úr, akkor Ivanics úr, tehát meg a baráti kör, és ugye nagyon-nagyon csodálatos emberek vannak, akik ilyen támogatók is jegyeket, hogy a jövő rendezvényére. Ugye hát most a legközelebbi rendezvény nem szeretném reklámozni, de egy olyan csodálatos Mikulás ünnepséget szoktunk tartani az FNO-soknak, hogy már 7. lesz, és hát annyira várják ők is, meg mi is, mert már élvezünk valósággal ezt a gyönyörű szép ünnepet, ugye a Páli Szent Vince iskola 5. osztály, mindig az 5. osztály. Bent voltam egy érdekes eset a folyosón, és azok a tavalyiak, akik szerepeltek, ugye hát nem kell mondanom, hogy őket is jutalomban részesítem, jöttek a folyosón, hogy ugye az idén mi is, mondom, ilyen gyerekek, lekötöttük, mindig az 5. osztály fogja adni a programot. És Viró Péter igazgató is mosolygott, úgyhogy nagyon-nagyon nagy tisztelettel eleget tesz a kérésemnek. Hát továbbra is töretlenül lelkesen szervezni a közéletben az ilyen rendezvényeket, az ön számára is továbbra is fontos dolog, és jónak találja, hogy egyáltalán részt tud benne venni. Igen, hát nagyon szépen köszönöm ismétlem újra Hámori György polgármester urat. Tehát tulajdonképpen mindannyian, akik itt voltak, akár vezetők, akár egyszerű emberek, azt mondták, ugye, hogy a Berlin Mai Fesztivállal kezdődik Kapuvárnak a rendezvény, hogy mondjam, a tömeges megmozdulás, és akkor a csörge és a kolbász parti, valamint ma bebizonyítottuk, hogy ezzel fejeződik be az őszi rendezvényünk.
Ugye hát lesznek majd kisebb rendezvények, hát azt tudni kell, de hát az egy más lapra tartozik, és mondom még egyszer, a Jóistennek kegyes volt, 25,5 fokot mértünk, tessék elképzelni, ilyen még soha nem volt. Köszönöm szépen. Én köszönöm, tisztelet.